Az ország szívébe, Dunaföldvárra érkeztünk. Amolyan haza is értünk, itthon is volnánk, érzés keríti hatalmába az embert, ahogy a város macskaköves a 19. századi polgárosodás emlékeit őrző házak szegélyezte utcákon sétálgatunk. Sok minden felfedezni való vár ránk, első utunk a Káváriához vezet. Város felett vagyunk a Kávária dombon, páratlan látvány tárul elénk, jobb oldalt a város lehet látni, bal oldalt pedig mindjárt, hogyha felmegyünk a lépcsőn, akkor a Duna fenséges látványa, és ugye a Duna után pedig ott az Alföld, itt vagyunk tehát a stációknál, ezek klasszicizáló későbarokk stílusban épültek, és hát hamarosan akkor a korpuszt is jobban közelebbről megtekintjük. A 18. században készültek ezek a kőstációk, majd a 19. században egészítették ki a fém rátétekkel, és színezték ezüst színűre, és a 19. században készültek el azok a központi szobor csoporthoz tartozó elemek, amiket láthatunk a magaslaton, a korpuszt, illetve a mellette álló Mária szobrot. A Kávária domb a lélek fohászkodása Isten felé. Itt felekezettől és vallástól függetlenül a stációkon végigmenve az ember óhatatlanul elcsendesedik. Az ilyen belső utazás vége pedig mi lehetne más, mint nem önmagunkkal, hanem a Teremtővel való találkozás. A cél, hogy Istent megismerve, az ő szemével lássam magam, tetteim és gondolataim. Nem garantált, hogy tetszeni fog a tükörkép. Tagadni lehet ugyan, de aki a hit ajándékát megkapta, tudja, elkerülhetetlen a találkozás. A Kávária dombon koncentrálódik egy megfoghatatlan erő, ami meghajlásra indítja az embert. A hívek minden évben a húsvéti ünnepkör keretében nagy pénteken jönnek el ide, és járják itt a keresztutat, majd innét mennek a nagypénteki misére a templomba. Egyébként 2011-ben volt felújítás, illetve a partfal rekonstrukció keretében készült el ez a lépcső, ami fölvezet a szoborcsoporthoz. A 1928 és 30 között épült Kossalka János műegyetemi tanár tervei alapján, és 1930-ban Horthy Miklós kormányzó is részt vett az avatási ünnepségen, tehát egy országos szintű rendezvény volt az avatási ünnepség. 1944-ben a II. Világháború során a németek fölrobbantották, és aztán majd hát építették újjá, és nyerte el a mai formáját. A 80-as években festették le, és 2000-2001-ben volt egy teljes körű fölújítás, amikor a szerkezetet is föl kellett újítani. A híd kezdetben csak közúti célokat szolgált, amikor azonban elkészült a Dunaföldvár-Solt közötti szakasz, az acélrácsos hídra annak vágányát is ráhelyezték. A vasúti közlekedést az Ildikó által is említett felújítás során szüntették meg, a síneket felszedték. Hát szóval ez az a híd, ami Dunaföldvárt az ország egyik nagyon fontos csomópontjává tette, átível a Dunán, és nagyon csalóka ugye a Beszédes József Dunahíd, mert hogy a Dunát nem íveli át, csak a szigetig tart, utána pedig a Kis Dunát egy másik híd íveli át, ami keresztül gyakorlatilag az Alföldig átjuthatunk. Na hát most itt akkor véget ért a túránk. És megyünk tovább lazítani egyet a gyógyfürdőbe, de legalábbis megnézzük, hogy mások hogyan pihennek és gyógyulnak az ásványokban gazdag vízű fürdőben. Az épület és strand varázslatos környezetben a Duna mentén helyezkedik el. A fürdőt 35 fokos, ásványi sokban gazdag gyógyvíz táplálja.
összetétele majdnem megegyezik a bükkfürtői vízzel, magas hidrokarbonát és sótartalmú, ebben is áll gyógyító ereje. 623,5 méter mélyről érkezik hozzánk ez a termálvíz, ami az idők során gyógyvíz élet minősítve, nyilván ez egy hosszú procedúra volt, ami orvosi ellenőrzések, vizsgálatok követtek. Nagyon jó a víz összetétele, 3241 mg oldott sótartalom van egy liter vízbe. Ez a víz nőgyógyászati problémákra, stresszoldásra, idegfáradtságra, baleseti sérülések utókezelésére, ficamok, rándulások, forradások kezelésére és reumás problémákra kiválóan alkalmazható. Én 22 éve vagyok visszajáró vendég, én ha nem járnék ide, akkor már járókerettel járnék. Nagyon jó ez a víz, én nagyon örülök, hogy megtaláltam annak idején ezt a vizet. Mi az, amiben segít önnek? Nekem az ízületeim, térdeim és a derekam, mert derekamon van egy messzes szükülés belülről, ami szorítja a gerincvelőt, és ilyenkor mindig kitágul, és pár napig nagyon jó érzem magam. Milyen gyakran szokott jönni? Én egy héten minimum kétszer, de ez télen-nyáron barátság is kialakult, már nagyobb, illetve több barátunk van, nőbe, férfibe, én egyedül élek. Barátkozunk, szórakozunk, nevetünk, nagyon jó érezzük itt magunkat most már. A Dunaföldvári Dunaparttal kapcsolatos felújítások sorába ez a rész is bele fog illeszkedni. A Dunaparton az elmúlt évben elég jelentős változások álltak be. Elkészült egy játszótér, a gyerekek és a kismamák nagyon szeretettel használják, nyílt egy új étterem szintén a Dunaparton, elkészül most a sétány, ami kizárja a forgalmat, az autós forgalmat a Dunapart egy részéről, és úgy gondoltuk, hogy ebbe a sorban nekünk is bele kell, hogy csatlakozzunk, és a 10 darab régi faházat felújítottuk olyan formába. Ahogy körbenézek alaposabban a műemléki védelem alatt álló templomban, kicsit úgy érzem magam, mint porcelánboltban az ólomkatona. Félek, hogyha egy mozdulatot is teszek, vagy egy hangot is hallatok, darabokra szaggatom a csodát, ami belülről lassan csiklandoz örömöt az ember arcára. Ildikó fenséges helyre hozott bennünket, ez tény, és milyen szerencse, ami persze nem a véletlennek köszönhető, mesélni is tud róla, nem is kevés értekességet. A török idők után a hitéletet is újra kellett indítani, és újra kellett szervezni, és ezt a ferences szerzetesek vállalták magukra itt a mi vidékünkön. Ők érkeztek ide Dunaföldvárra, és láttak hozzá a templom építéshez. 1737-től 55-ig építették ezt a templomot, amihez majd a későbbiekben zárdát is építettek. És hát ezt hozták létre, ezt a gyönyörű barokk templomot, amit itt láthatunk. Berendezése eredeti, tehát már ami az oltár képeket és az oltárokat illeti, és a szobrokat, mert sajnos a padozatot azt a II. Világháború idején megsemmisítették, azt eltüzelték, de a berendezés szerencsére megmaradt. Ugyan sajnos az időnyoma már látszik a berendezésen, de azért látható, hogy ez egy nagyon gazdag és nagyon szép kivitelű templom. A ferences, különböző ferences műhelyekben készültek ezek a berendezési tárgyak, de van olyan, amit pontosan nem tudom megmondani, hogy melyik, de amit a helyben készítettek el a szerzetesek. Legnagyobb kincse a templomnak, már hogyha lehet egyáltalán rangsort vonni ennyi pompa között, a Falkóner Ferenc festett
mellette oltárkép, mely most Szabadkán egy kiállításon van. A története nem mindennapi, figyeljenek csak! Páduai Szent Antalt ábrázoló képről beszélünk, oltárképről, ami eredetileg itt a szobor helyén állt. Ezt már jó régen kiszedték eleink, és a templomnak egy félreeső zugában tartották, egészen addig, amíg egy pár évvel ezelőtt meg nem jelent Korhec Paul Zsuzsanna, Szabadkai Városi Múzeum restaurátora, és nem fedezte föl nekünk, ugyanis erről a képről kiderült, hogy Falkóner Ferenc alkotása. Ez a Falkóner család Budán egy oltárképfestő család volt ebben az időszakban, tehát a 18. század végén, és nagyon jelentős műalkotásokat hoztak létre, számos ferences templomban megtalálhatók ezek a képek, és a stílusjegyek alapján Zsuzsa joggal feltételezte, hogy ez az ő alkotása, illetve a házkönyvben is talált erre vonatkozó utalásokat, de aztán amikor neki látott ennek a képnek a felújításához, akkor megtalálta a szignót is, úgyhogy most már bizonyíthatóan egy Falkóner képpel állunk szemben, és ő vállalta, hogy ha mi kiszállítjuk ezt a képet Szabadkára egy kiállításra, akkor ő ezt rendbe teszi, úgyhogy most az eléggé lerobbant és viseletes képünk helyet kaptunk, vagy hát majd fogunk kapni egy felújított és gyönyörű páduai Szent Antal képet, ami eredeti színeiben pompázik. Jelenleg még a Szabadkai Városi Múzeum Falkóner Ferenc kiállításán látható, onnét megy majd Eszékre, és aztán majd Magyarországon is Baján és a Budapesti Történeti Múzeumban lesz látható. Oltárképfestő Servic Mátyás, akinek két képet tulajdonítunk, a főoltárképet, ami Szent Annát ábrázolja, illetve a családot, Joachimot és Szűz Máriát, illetve az Assisi Szent Ferencet ábrázoló oltárkép. Egyébként a templom is Szent Annáról van elnevezve, és hát neki van fölszentelve. A történelem szomorú emlékeit is őrzik a falak, láthatóak még a II. Világháború ütötte lövések helyei a falakon és festményeken is. A legértékesebb szobor a Fekete Madonna, amit szerencsére teljes pompájában nézhetnek meg a betérők. Hát a háttérben az úgynevezett Fekete Madonna látható, ez a templom legrégebbi berendezési tárgya, ugyanis feltételezzük, hogy a ferencesek ezt még úgy hozták magukkal, és 2000-es években restaurálták, és akkor hát mondták ezt a restaurátorok, a kutatások során vonták le ezt a következtetést, és egyébként azért fekete, mert hogy egy ilyen fekete színű fából készítették, tehát valami nemes fából készült ez a szobor, és hát nagy örömmel mutatjuk a látogatóknak. És van még valami, ami nagyon-nagyon említésre méltó. Így van. Mint ahogy említettem, a berendezési tárgyak a 18. századból valók, de a falfestés az későbbi, és a mennyezetet különböző szentek, magyar szentekkel díszítették, és különösen említésre méltó Margitnak az alakja, ugyanis itt a felirat az ő ábrázolása alatt még Boldog Margit. 1934-ben volt az utolsó belső restaurálása a templomnak, és akkor Margitot még nem avatták szenté, hanem majd csak 43-ban volt a szenté avatás, és hát ez is igazolja, hogy ez előtte készült. A templomhoz kapcsolódik a tégla alaprajzú, zárt udvaros épület. Nem csak a tervezése, de az iparos munkák nagy része is a ferences apátok karjuk fáradtságát őrzik. Ebben a részben most gimnázium működik. Nagyon különleges hangulata van, aki ide belép, mindenki elcsodálkozik. Ferencesek itt viszonylag kevesen voltak, 1726-ban már itt voltak, akkor 6 ferences rendi szerzetes élt az épületben, illetve nem ebben az épületben, hanem akkor még a vártorony mellett volt egy kis épület, és ott éltek ők, majd amikor elkészült a kolostor, akkor költöztek ide. A hálótermek készültek a kolostorban, illetve egy úgynevezett franciskánus udvar, egy belső udvar is készült kerengővel, amiben
gyógynövényeket, virágokat neveltek, ma ezt a hagyományt mi folytatjuk természetesen. Ez a kis belső udvar nagyon kedvelt helye a gyerekeknek. Milyen szerencsés is az a diák, aki minden nap az 1700-as években lerakott eredeti folyosók kövezeten lépkedhet a donga boltozatok alatt. Fenséges érzés. Az iskola könyvtára nem a nagysága, hanem a tartalma miatt híres. A szoba az eredeti berendezést őrzi még. A második világháború szörnyű pusztítást végzett az épületben. Itt oroszok, németek kibejárkáltak, volt itt légoltalmi őrség, volt itt az épületben kórház. 8 aknatalálatot kapott a tető, úgyhogy nagyon súlyos károkat szenvedett az épület. A háború végén helyi orvosokkal magánkórházként működött tovább az épület. 1950-ben a ferences rendet feloszlatták, a magánkórházat bezárták, az épületet 1952-ben államosították, majd megalapították benne a ma Magyar László gimnáziumként működő iskolát. A történelem viharai után az épület tehát mégiscsak betölti és szentesíti, ha más formában is, a ferences apátok általi hajdani törekvéseket. A löszből alakult ki a kőzet, és ezen a kőzeten kialakult talajon jött létre ez a változatos vegetáció és állatvilág, illetve formakincs, amit itt láthatunk. 1999-ben nyilvánították védetté, egy 12 mozaikból álló területről beszélünk, aminek egy kis része Dunaföldvár északi határát is érinti, nevezetesen itt az olávölgyet, a törpemandulást. Bízom benne, hogy önök is legalább annyira élvezték Dunaföldvár kincseinek felfedezését velünk, mint amennyire mi élveztük az itt eltöltött időt és munkát. Még egy kicsit maradunk itt a délmezőföldi tájvédelmi körzet szívében, Csücskében, élvezzük a madárcsicsergést, önöknek pedig további nagyon szép napot kívánok, és bízom benne, hogy legközelebb is velünk tartanak.